1995-ben a 100. születésnapját ünnepli a film. A Lumière testvérek kísérleteinek eredménye nem csak a francia, hanem a világ filmgyártásának is születésnapja volt. Az embert évszázadok óta foglalkoztatta a mozgás megörökítésének gondolata. A múlt század végének két legjelentősebb találmánya, Edison kinetoszkópja és Reynaud praxinoszkópja volt. A praxinoszkóppal már több ember számára is lehetett vetíteni. A filmnek, mint önálló kifejező eszköznek és látványosságnak a története azonban csak a Lumière-féle kinematográffal kezdődött. A Lumière-ék Edison kinetoszkópjából olyan felvevő és vetítőgépet szerkesztettek, amely a hozzávaló filmmel lehetővé tette a mozgókép megszületését. 1895. március 22-én kis számú meghívott közönségnek mutatták be első filmüket, a munkaidő végét. Az első nyilvános vetítést, ahol már belépő díjat is szedtek, 1895. december 28-án tartották a párizsi Grand Café pince helyiségében. A kezdeti időszakban napi 10 előadásban 20 rövid, 1-2 perces filmet vetítettek. Ezek egyike volt a vonat érkezése. Ez volt az első olyan film, amelyben már közeli és távoli felvételek is váltakoztak, de természetesen még nem a kamera mozgott, hanem a vonat és az emberek. A nagy siker hatására Lumière-ék filmoperatőröket képeztettek ki, akik egész Európát beutazták, és útjukról bőséges riportanyaggal tértek vissza. Magyarországra 1896. májusában jutott el találmányuk. A budapesti Royal Szálló kávéházi részében a következő szállítást láthatta a közönség. Már olyan filmeket is készítettek, amelynek története is volt. Ilyen volt a Megöntözött öntöző, amely az első filmből lesznek számít. Általában azonban maradtak a valóság egyszerű reprodukálásánál. Ahhoz, hogy a film tovább léphessen, történetet kellett elmesélnie, és ehhez egy rokon művészet a színház eszközeit is igénybe kellett vennie. Ezt a feladatot oldotta meg Georges Méliès, aki a filmet a puszta látványosságtól elindította a művészet felé. 1896-ban Párizsban egy bűvész színházat vezetett. Az első filmelőadások nagy hatással voltak rá, és felvevőgépet vásárolt. Első filmjeit még Lumière-ék stílusában készítette. Eredetisége akkor mutatkozott meg, amikor rájött a trükkfelvételre.
A trükkfelvétel ezek után filmjei fő meghatározójává vált. Az első ilyen technikával készült filmje az Egy hölgy eltüntetése volt 1896 végén. A felvétel szabad ég alatt készült. A kert egyik falára háttérfüggönyt feszítettek. Süllyesztő hiányában Méliész az eltüntetéshez a felvételt egy pillanatra megállította, ez alatt a hölgy elhagyta a kép mező területét. Méliész elsőként alkalmazta a filmben a színház eszközeit, a szövegkönyvet, a színészi játékot, a díszleteket, a jelmezeket, az arcfestést, amelyeket a film a mai napig is megőrzött. Fátyoltán című filmje már az 1898-ban Montreuil birtokán felépített műtermében készült. Századfordulótól kezdve már nem is hagyta el ezt a műtermet, hanem kizárólag itt forgatta filmjeit. Művészetének csúcspontját az 1902-ben készített Utazás a Holdba című negyedórás filmmel érte el. A film Verne és Wells híres regényeinek összeolvasztásából készült. Egy csoport tudós csillagász holdbeli utazásáról és kalandjairól szól. Könnyed és vonzó humor, gyermekies képzeletvilág jellemzi. Itt is trükkök sorát alkalmazta a rendező, és makettekkel dolgozott, amelyeket később is szívesen használt. Ebben a filmben találkozunk először azokkal a témákkal, amelyeket később is gyakran elevenített fel. Bolygók és csillagképek felvonulása és tenger alatti utazás. Szerepet játszottak a makettek az 1904-ben készült Utazása lehetetlenbe című filmjében is. Franciaországban 1901-ben alakult meg a Paté testvérek filmvállalata. Charles Paté a hajdani vásári mutatványos, korszerű módszerekkel fogott a filmkészítésbe. Cége 1903 és 1909 között megszerezte a filmmonopóliumot valamennyi európai országban és még a tengeren túlon is.
a Paténál dolgozott Ferdinand Cseke, aki a drámai műfajt kedvelte és a reális ábrázolásra törekedett. Nevéhez fűződik a Krisztus kínszenvedése című világsikert aratott passiójáték, amely 1902-től 5-ig készült. A Paté rögtön megalakulása után új műfajokat kezdett keresni, hogy filmszínházaiba szoktassa a közönséget. Korán kialakult a bohózat és a burleszk. Most egy korai, 1905-ben készült Paté bohózatból látunk egy részletet. Körül a bohózatok, vígjátékok, bőrleszkek valóságos áradata indult meg Franciaországban. Kialakult az úgynevezett hajszafilm, amelyben a mozgás volt a humor főforrása. 1907-ben új név tűnt fel, Max Linder lett a Paté filmek komikus sztárja. Ő volt az első a komikusok között, aki valóban színészi kvalitásaival alapozta meg hírnevét. Linder a társasági úriember típusát teremtette meg, aki mindig kifogástalan eleganciával öltözködik. Választékos modora filmkomikumnak új értelmezést adott. Kerülte a hajszát és a tortadobálásokat, nem volt ügyes akrobata, mint elődei. Számára a premierplánok hozták meg a sikert, mert arcvonásai rendkívül kifejezőek voltak. Linder szelidebb volt, mint a későbbi nagyhírű burleszk hősök. Nem volt olyan tragikus, mint Chaplin, és nem olyan űzött, mint Buster Keaton. Náluk jóval otthonosabban mozgott a világban, de azonosulni ő sem volt képes vele. Helyzetkomikumokra épülő filmkalandjai mögül mindig kikandikált igazi elleme. Után a francia filmgyártás lassú hanyatlásnak indult, mert veszélyes versenytársai támadtak az olasz és a dán filmekben. Az amerikai filmek is lassan nagy népszerűségre tettek szert az országban.
A francia film majd csak az első világháború után alkot ismét eredetit. Franciaország mellett Olaszországban is viszonylag korán jelentős filmipar alakult ki. Nemzetközi jelentőségre a történelmi témák monumentális feldolgozásával tett szert az olasz film a 10-es évek elejétől. Ezekben a filmekben a görög ókortól az olasz szabadságharcig felvonult az egész történelem. Hamarosan keresettekké váltak egész Európában ezek a kosztümös alkotások. A történelmi témák mellett világirodalmi alkotásokat is sikerrel filmesítettek meg az olasz rendezők. 1912-ben készítette Dante isteni színjátékának filmváltozatát Giuseppe de Liguori. A korszak legjelentősebb rendező egyénisége Giovanni Pastrone volt. 1910-ben tűnt fel a Trója eleste című filmmel, és 1914-ben készítette el az olasz néma film korszak legjelentősebb alkotását, a Kabíriát. A római és kartágói birodalom élet-halál harcáról, majd Kartágó pusztulásáról szóló film forgatókönyvét és feliratait a híres olasz író D'Annunzio készítette. A film díszletépítkezése, tömegmozgatása, technikai kiállítása minden addig itt felülmúlt. Pastrone érdeme volt a kocsizás bevezetése, amely lehetővé tette a szereplők mozgásának követését vágás nélkül. A forgatás több hónapig tartott. A belsők Torinóban, a külsők Tunéziában és az Alpokban készültek. A film hosszú időre megnyitotta a világpiacot az olasz film előtt. Viszont az általa kijelölt út, a látványos nagyszabású forma és az irodalmiaskodó tartalom elbátortalanította az olasz filmművészet egyéb irányzatait, a dokumentarizmust és a naturalizmust, amelyek pedig jelentős műveikkel kiinduló pontjai lehettek volna az olasz film igazi felemelkedésének. A dán film sajátos szerepet játszik az európai néma film történetében. A filmművészet kialakulásának idején lépést tartott a vezető országokkal, és egészen 1918-ig filmnagyhatalomnak számított. Ennek oka elsősorban a már 18. század óta virágzó gazdag dán színházi kultúra volt. 1908 körül alakult ki a sajátos dán filmműfaj, a társadalmi dráma. Ezek a filmek általában a jelenkorban játszódnak. Jellemzőjük a pszichologizáló hajlam, a romantikusan kiélezett konfliktusok, a komortónus, az általában tragikus befejezés. Ilyen film volt az Üllés útján is, amely 1910-ben készült Urbán Gád rendezésében. Ez volt Asztanézen első szereplése a kamera előtt. Egy anekdóta szerint a film egyik mellékszereplője e szavakkal lépett a színésznőhöz az első felvételek után. Maga két hónap múlva világhírű lesz. A jóslat bevált, a film hatalmas siker lett, és Asztanézen nevét hamarosan az egész világ megismerte.
azt a nézőt nem szépsége tette elsősorban sztárrá, hanem sokoldalú jellemábrázolási képessége. Alakításai mindig művészi élményt jelentettek, sajátos gesztus és mimika rendszert épített ki. Szemének egyetlen pillantásával, szájának rezdülésével nagyon sokat ki tudott fejezni. Mindez csak fokozta sajátos maszkja, fehér sápadt arc, fekete mélyen árnyékolt szemekkel. Az első világháború előtt, a társadalmi dráma mellett a másik két kedvelt műfaj, a detektív és a cirkusz történetek voltak. Feszültség és izgalom jellemzi az 1912-ben készült Repülő cirkusz című filmet. Ben a legnagyobb dán filmvállalkozás Gerhard Hauptmann Atlantiszának megfilmesítése volt. A Titanic 1912-es katasztrófáját dolgozta fel benne a rendező. Holger Madsen intelligenciájával, választékosságával és esztétikai érzékével tűnt ki rendezőtársai közül. Legjelentősebb filmje az 1914-ben készült Bibliás ember volt, amelynek főszerepét a híres dán férfi sztár Valdemar Psilander játszotta, aki ebben a filmben nyújtotta egyik legjobb alakítását.
Dán Néma film utolsó nagy rendező egyénisége Carl Theodor Dreyer volt, aki a 20-as évek elejétől többet dolgozott külföldön, mint hazájában. Dreyer az egyetlen nemzetközi hírnévre szertett dán filmrendező, a skandináv filmművészet egyéni utakon járó alkotója. Első jelentős filmje az 1920-ban készült Levelek a sátán naplójából, amelynek írója és díszlettervezője is ő volt. A film kompozíció és felfogás tekintetében Griffith Türelmetlenség című filmjének hatását tükrözte. Ciklikus felépítésű a film és négy részre tagolt. A négy rész közül kettőnek a kora és a színtere is azonos. Az első fejezet Krisztus korában játszódott, a második az inkvizíció, a harmadik a francia forradalom, a negyedik a finn polgárháború idején. Dreyer leghíresebb filmje az 1928-ban Franciaországban forgatott Jeanne d'Arc volt, operatőre a magyar származású Máté Rudolf. A nagyrészt premier és second plánokból álló filmben az egyes képek zárt biztonsággal illeszkednek egymáshoz. Dreyer a film történetét egyetlen napban fogta össze, hogy így az idő egysége a hely egységeivel együtt hiánytalanul kifejezze a dráma intenzitását. A rendező a mesztelen arcra alapozta realizmusát, ezért nem tűrt semmiféle arcfestéket, parókát vagy kikészítést. Mikor a cselekmény úgy kívánta, levágatta a címszereplő Mária Falconetti haját, aki hihetetlen átéléssel formálta meg szerepét. Svédországban 1907-ben kezdődött a rendszeres játékfilmgyártás. Kezdetben a dán film hatása érvényesült. 1912 fontos dátum a svéd filmtörténetben, mert ekkor szerződött a filmhez a későbbi két kimagasló rendezőegyéniség, Mauritz Stiller és Viktor Sjöström. Mindketten színházi rendezőként kezdték. A korai időszakban szorosan összekapcsolódott munkásságuk. Egymás filmjeiben játszottak, egymás forgatókönyveit rendezték. Később azonban fokozatosan kialakították egyéni stílusukat. Kettőjük közül Sjöströmöt fűzték erősebb szálak a svéd kultúrához, a természethez, a tájhoz,
Stiller még akkor is modern városlakónak és kozmopolita polgárnak bizonyult, amikor a múltból vett témákat filmesítette meg. A svéd néma film három jellegzetessége. Az alakok jellemzésében és a dráma minden mozzanatában a lélektani realizmus érvényesülése, a tájfokozott drámai szerepe és a skandináv irodalmi hatás. Különösen a nagy romantikus Selma Lagerlöföt kedvelték, de a skandináv irodalom több alkotóját is szívesen filmesítették meg. Sjöström első jelentős filmje az 1916-ban rendezett Terje Vigen volt, Ibsen elbeszélő költeménye nyomán. Ebben először használta fel a természetet, mint a film sajátos metaforikus eszközeinek végtelen tárházát. Szinte teljes egészében a tengeren játszódik a film. A természet nem puszta háttér, hanem misztikus történés formáját ölti, amely analóg a hős sorsával. ...1917-ben készült következő filmje az Üldözöttek, amely a svéd néma film stílust talán legszebben bemutató alkotás. A film az izlandi Sigur Jonsson regény alapján készült, és Lapföldön forgatták. Itt a magas hegyek és a természet erői veszik át azt a szerepet, amelyet a Terje Vigenben a tenger játszott. A következő állomása az 1920-ban készült Halálkocsisa volt, amely Lagerlöf egyik regénye nyomán készült. Ebben egy középkori legenda tematikáját vitte át a 20. századi proletár környezetbe. A korábbi filmjeiben szimbolikusan megjelenő természetfeletti erők itt már konkrét alakban jelennek meg a vászon. A szellemszekér a földi halandók előtt láthatatlanul szállítja a holt lelkeket, a fuvaros és a halottak árnyai ott bolyonganak az élők között. Sjöström hatáskeltés céljából sikeresen élt az egymásra fényképezés módszerével, és így állította elő operatőre a szellemalakokat és jelenéseket. A film Ingmar Bergmanra is inspirálólag hatott, amint ez több filmjéből is kiderül. Sjöström egyébként utolsó filmszerepét, az öreg professzort Bergman a Napvége című filmjében játszotta. Maurice Stiller igazi rendező egyéniség volt, művelt, választékos ízlésű, a korabeli svéd kulturális élet egyik vezető egyénisége. A filmsztárokhoz hasonlóan közkedvelt volt, ha piros sportkocsija megjelent a stockholmi utcákon, az autogramkérők gyűrűje vette mindig körül. Stiller első világsikere az 1919-ben készült Árne úr kincse volt.
A film története a 16. században játszódik, és egy árvalány és egy zsoldos kapitány szerelméről szól. Stiller stílusa dinamikus. A felvevőgép mozgása és a gyors vágások egyetlen pillanatra sem engedik a beállításokat szép képé merevedni, egészen a lány temetését ábrázoló grafikai hatású képsorig. Az utolsó jelentős svéd-néma film a Gösta Berling volt 1924-ben, amelynek nagy nemzetközi sikere nyitotta meg Stiller számára az utat Amerikába. Stiller a drámai csúcspontokra koncentrálva vitte filmre Lagerlöf monumentális, romantikus, bonyolult meseszövésű regényét. A mű filmtörténeti jelentőségét fokozza az is, hogy a később Amerikában világsztárrá lett Greta Garbo első és egyben utolsó filmfőszerepét játszotta itt svéd filmben. Stiller egyenesen a Színi Akadémiáról szerződtette Garbot erre a szerepre, és néhány próbafelvétel után meglátta benne az ösztönös tehetséget, az individualitást és titokzatosságot, amelyeket Amerikában, ahova együtt szerződtek, még tovább formált a színésznőben. A későbbi jellegzetes garbói stílusból, mimikából itt még nem sokat látunk. A kritikusok is inkább szépségét, mint tehetségét dicsérték a bemutató után. A jellegzetes garbói stílus csak később már Amerikában formálódott meg. A film csúcspontja Gösta és Elizabeth Zánkó útja a farkasok támadása közepette. Az évek második fele a svéd filmművészet visszafejlődésének korszaka, mert legjobb rendezőiket és színészeiket sorra elhódította a nemzetközi filmpiac. Lumière-ék első filmbemutatója után Magyarországon is élénk filmélet kezdődött. A kezdeti időszakban nálunk is orfeumokban, kávéházakban, sátormozikban vetítettek, mint szerte a világon. A filmgyártásba is hamarosan bekapcsolódott az ország. Az első magyar film az 1901-ben készült Tánc volt, Zsitkovszky Béla rendezésében. A magyar néma filmekre már a kezdeti időszakban is az irodalom nagy befolyása volt jellemző, akárcsak a svéd filmekre. Előszeretettel filmesítették meg Mikszát és Jókai regényeit, Molnár Ferenc drámáit. A népszínművek, operettek is gyakran szolgáltak a filmek alapanyagául. Kálmán Imre egyik operettje alapján készült 1917-ben az Obsitos című film Balogh Béla rendezésében. A vidéki polgári milliót nagyszerűen tükröző film operatőri munkája is említésre méltó. Az első magyar film rendezője Zsitkovszky Béla fényképezte a filmet. Thank you.
A magyar némafilm két kiemelkedő rendezője volt Kertész Mihály és Korda Sándor, akik Hollywoodban, illetve Londonban váltak világhírűvé. Jelentős volt Garas Márton munkássága is, és a kolozsvári színház igazgatójé, Janovics Jenőjé, aki Kolozsvárt a második magyar filmközponttá tette. Korda Sándor 1917-ben megalapította a Corvin filmvállalatot, ahol 1918-ban Jókai aranyemberének filmváltozatát készítette el. Különösen a film értelmező és folytonosságot tükröző vágás technikája említésre méltó, és a főszereplők, elsősorban Beregi Oszkár és Makai Margit természetes, túlzott mimika nélküli játéka. A magyar néma film fénykora az első világháború idejére esett, ezt követően a 20-as évek elejétől sorvadásnak indult. Az első világháború végén a francia film is válságba került. A belső piac meggyöngült, a filmek a befektetett tőkének csak jelentéktelen hányadát térítették vissza. Amerikai filmek árasztották el az országot. Paté, aki addig a filmipar legjelentősebb személyisége volt, visszavonult a filmgyártástól. Lassan már anarchikussá vált a helyzet a filmiparban, de mint minden anarchia, ez is kedvezett az új irányzatok kialakulásának. A német expresszionista iskola ellentéteként Franciaországban kialakult az impressionisták csoportja. Valamennyien az újságírás vagy az irodalom területéről érkeztek, és fő törekvésük az volt, hogy a filmnek, ennek az általuk nagyon ösztönösnek tartott művészetnek szilárd gondolati alapot adjanak. Vezetőjük Louis Delluc, a csoport tagjai Germain Dulac, Marcel Lherbier, Abel Gance és Jean Epstein. Delluc a 20-as évek elejétől több műfajjal próbálkozott, amelyeket ő stílus gyakorlatoknak nevezett. 1922-ben rendezte két legkiemelkedőbb filmjét, a Lászt és a Hontalan asszonyt. A filmben Delluc a cselekmény egyenes vonalú vezetésével kísérletezett. Egy asszony hosszú évek óta távol él a családi birtoktól, ahonnan annak idején szerelmét követve távozott. Mikor visszatér, szeretne megbarátkozni a múlttal, de kénytelen belátni, hogy a szakadék áthidalhatatlan. Delucön érezhető a svéd hatás. A provanci kopártályak cselekvő szerepet játszanak a drámában. Delucöt és barátait a szimbolizmus és az orosz balett inspirálta. A dadaizmus és a kubizmus iránt, amelyből az avantgard kinőtt, már kevésbé érdeklődtek. Mégis elősegítették kifejlődését, mert olyan közönséget neveltek, amely a filmet egyenrangúnak tekintette a művészet többi ágával. A francia avantgard a dadaizmus minden tagadó irodalmi irányzatából alakult. Az első avantgard filmeket vidám csúfondárosság jellemezte, mint a vígjáték későbbi nagymestere, René Clair 1923-ban készült Párizs alszik című filmjét. A filmben egy őrült tudós ördögi sugarainak segítségével mozdulatlanságra kényszeríti Párizst.
avantgárd filmesek elsősorban a kísérleti rövid filmeket kedvelték. A mozgókép tiszta ritmusához akartak eljutni, ezért kiküszöböltek mindenféle tartalmat a filmjeikből. Ideájuk a cinema pure, a tiszta film megteremtése volt. Ebben a szellemben készült Bernard Léger Géti Balett című kísérleti rövid filmje is. René Fair következő munkája az 1924-ben készült Felvonás köz, eredetileg Francis Picabia balettjének filmközjátéka volt. A hagyományos cselekményt mellőző film a néző kihívása és a filmgyártás szabályainak, formáinak kigúnyolása volt. René Fair bátran élt a gyorsítással, lassítással, az egymásra fényképezéssel, annak a korlátlan lehetőségnek az igazolására, amit a hetedik művészet biztosít az alkotó számára. Realizmus a dadaizmushoz hasonlóan a polgári művészet konformizmusa és megalkovása ellen lázadt. Az első szürrealista film, Germain Dulac 1927-ben készült, a Kagyló és a lelkész című alkotása volt. A bizarr és álomszerű történetben egyházellenes támadások olvadnak egybe a freudi álomszimbólumokkal és szürrealista asszociációkkal. Thank you.
szürrealizmus csúcsát Luis Buñuel és Salvador Dali 1928-ban készült Az andalúziai kutya című filmje jelenti. A film összekavarodott valóságot tükröz, a benne szereplő metaforák nagy részének csak a megütközés keltése volt a célja, de a szimbolista értelmezés sem lehet kizárni. A film a mai napig nem veszítette el eleven provokáló hatását. A cselekmény logikátlansága ellenére is minden egyes jelenetet határozottan rögzített realitás jellemez. Buñuel szürrealizmusa a valóságból nőtt ki.